Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit a Conflict Zone projekt negyedik előadásán. A mai előadás egy kerekasztal beszélgetés lesz a Kultúra csinálás Erdélyben címmel. Ez az előadás ugye a folytatása a Ablonczi Balázzsal történt történeti bevezetőnek, ami két héttel ezelőtt volt, és most rátérünk a konkrét konfliktus zónákra, ha valaki így határozza meg, ha pedig valaki ellenvet, akkor annak örülünk, ha elmondja, hogy miért. Szóval rátérünk erre, hogy mi van Erdélyben, mi van Kárpátalján, mi van Vajdaságban, és mi van a szlovák felvidéken. A mai előadás beszélgetői, bemutatom őket, László Szabolcs lesz a moderátorunk, ő a Közép-Európai Egyetem kiadójának a munkatársa, és identitáspolitikával, nemzetiségi kérdésekkel is foglalkozott a tanulmányai során. A előadóink, beszélgetőink pedig Mihály Csa Erika, író, műfordító egyetemi tanár, ő a Bábes-Bolyai Egyetemen, a Kolozsvári Egyetemen tanít. Láng Zsolt író szerkesztő, valamint Bicó Gábor, és akkor így megkérem a beszélgetőket, hogy nyugodtan fáradjanak ide. És utolsó előadónkat ki nem hagyva, dr. Bicó Gábor, aki a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Kulturális és Vizuális Antropológia Intézetének munkatársa. A szótást is adom nekik, és akkor Szabolcs vezetésével meg fog kezdődni az előadás. Jó estét kívánok akkor mindenkinek. Örülünk, hogy ennyien itt lehetünk akkor. És hát a cím ugye az, hogy kultúra csinálás Erdélyben, és ezt szabadon fogjuk értelmezni. A kultúrát úgy is fogjuk érteni, mint magas kultúra, és úgy is, mint kultúra antropológiai értelemben, mint etnikai vagy nemzeti kultúra. Én idézetekkel fogom kezdeni, mert itt talán könnyű elvágni a dologban, de annak kapcsán, hogy mindenek előtt hogy tudjuk meghatározni azt a helyet, amiről beszélünk, ahonnan nagyjából jövünk, ha jól tudom, akkor a tanár úr kivételével, és hát hogy akkor minek nevezzelek, ez, ugye ez legyen az első probléma, hogy akkor ez több kultúrájú, inter-multi kulturális hely, stb. Plurális, tehát hogy tudjuk megközelíteni azt a zónát, vagy azt a helyet, ahol, amiről beszélünk. És akkor a két idézet, az egyik, az első, az Bodor Ádámtól lesz, a Börtönszaga című interjúkötetből, a másik pedig Tamás Gáspár Miklóstól. És akkor felolvasom, nem hosszúak, és akkor erre szeretném, hogy valamiképpen reagáljunk. Tehát Bodor Ádám azt írja, hogy... Kolozsváron magyar-román és német szót egyaránt lehetett hallani, akárcsak a piacon, a boltokban, vagy a hangversenytermek előtt csarnokában. A hovatartozásnak megfelelően a fiatalok másként beszéltek, másként öltözködtek, más volt a hajuk színe, és még az illatuk is, és ez a tarkaság amellett, hogy hallatlanul izgalmas volt és gazdagító, mint a világ legtermészetesebb dolga, látszólag senkit sem bántott. Akkor úgy tűnt, ez a hely jellegéből, természetéből adódik, így az identitásunkhoz tartozik. Az igaz, ezek a társaságok meglehetősen lazán kapcsolódtak egymáshoz, sőt, alig-alig volt közöttük átjárás, de érzékelhető feszültség sem. Az én eszmélésem egy ilyen több nemzetiségű környezetben történt, ahol a válaszfalak és a mesdjék nem ellenfelek, legfőnebb vetétársak vagy inkább partnerek között húzódnak. Ez a másság nyilvánossága volt. A különbözőség nyílt vállalása. Miközben nem keveredtünk egymással, mégis összetartoztunk, mintha az öröklött történelmi ellentétek dacára élt volna bennünk valami közös, transzilván öntudat, a közös örökség féltése. Azok a nemzedékek még kölcsönösen tisztelni tudták egymást. Ez nagyjából a 50-60-as évekről szól, ugye, ha jól értem. Egy nem rég publikált Tamás Gáspár Miklós cikkbe pedig ez áll. Két egzisztenciálisan, ezerszeresen összefonódott nép él itt egymás mellett, és tudomás sem vesz egymásról.
Egyáltalán nem haladt előre az úgynevezett kölcsönös megértés, vagy a kiengesztelődés, Az etnikai történelem nehéz vitás kérdéseiről nincs etnikum közi párbeszéd vagy eszmecsere. A pár elszigetelt és közismeretlen szakembertől eltekintünk. Tehát, hogy ez két homlokegyenest ellenkező megközelítés ugyanarra a területre, és hát akkor az lenne a kérdés, hogy a beszélgető partnereim hogy határozzák, meg milyen szót használnának, meghatározást, és hogy melyikkel közelebb hozzájuk, melyikkel vitatkoznak a két perspektívából. Akkor kérlek, Erika, kezdve. Jó esélyt kívánok. Kicsit visszakanyarodnék az első idézethez. Történetesen is olvastam egy érdekes íráspont a napokban. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a februári korunk számot, a kolozsvári korunk folyóirat februári számát. Ez egy 90 éves lett a folyóirat, és ez egy ilyen áttekintés, 90 évnek a szövegei. És van egy nagyon-nagyon érdekes szöveg köztük Ligeti Ernőtől. Ligeti Ernő a transzilvanizmus egyik elméletírója, ugye tőle származik ez a halhatatlan frázis, a súly alatt nő a pálma. És van egy szövegrészlet tőle, 29-ből, amiben nagyjából azt írja le, amit Tamás Gáspár Miklós, csak hogy a 20-as évek kiadásában. Most nem fogom előkeresni, a táskámban van, de valami olyasmit ír le, hogy igen, itt van ez a zárt és elég zárkózott város Kolozsvár, ahol úgy jól megvannak egymás mellett, és teljesen elélnek egymás mellett, és egyáltalán nem kommunikálnak a közösségek. Ott van a magyar, a román, a német, akkor volt még egy elég erős a német rétege is Kolozsvárnak, illetve a zsidó, és mindenki felépíti a maga intézményeit, azokba eljár, azokat patronálja, van ott egy belterjes kulturális élete, és ezen kívül nem különösebben nem érdekli az, amit a többiek csinálnak. A kérdésre megpróbálva válaszolni, én évek óta azt hiszem, hogy kétféle történetet látok. Mind a kettő egyfajta, nem akarok választani most az általad felkínált terminusok közül. Azt hiszem, hogy van egy bázis szintű mindennapos, hát az együttélésnek ugye a mindennapos banális vetülete. Erdélyről azt hiszem, hogy a fejekben, főleg Magyarországon folyton egy ilyen idealizált kép él, hogy ez egy ilyen pastorális és ős eredeti, és mit tudom én, mindenképpen valamilyen természetközeli és a hagyományőrző, és mit tudom én, milyen a hely. Ehhez képest az erdélyi városok lakóinak a döntő többsége Kolozsvártól a Csíkszeredáig és tovább az úgynevezett blokk negyedekben lakik. Panelházakban, ahol ugye nagyon közel vannak a szomszédok, és ezek a szomszédok történetesen mindenfélék, magyarok, románok. Mindennapi élethelyzetekben állandóan mindenféléket csinálunk együtt, egymással, üzletekben, és ez egy olyan alapállapot és alaplét, ami azt hiszem, hogy mindenkinek a normalitása. Nekem ezért kicsit furcsa volt, hogy egy olyan esten beszélünk itt, aminek az a címe, hogy Conflict Zones. Mert hogy mégiscsak valami olyasmire gondolna az ember, hogy a Közel-Kelet, vagy nem tudom, Hegyi Karabah, vagy most lehetne így tovább sorolni. Miközben mondjuk az én
ilyesmi élményem az az, hogy jön a szomszédnéném ugye a blokkomban is, és hoz nekem egy hatalmas tányér palacsintát, történetesen román, és akkor megbeszéljük, hogy mi történt azon a héten. Tehát ezek a történetek történnek alapszinten. És az azt hiszem, hogy mindenkit érint. A másik, amit látok történni, és ami szerintem egy pozitívabb kép, mint amit Tamás Gáspár Miklós valószínűleg említett, az hát igaz, hogy szelektíven és a bizonyos kultúra csináló körökben, de kialakult egy olyan fajta kultúra, aminek a csinálói is, és a közönsége is teljesen kevert, teljesen transzetnikus. Hát mondjuk a Kolozsvári Színház lenne erre, Kolozsvári Állami Magyar Színház, ugye a teljes nevét mondjam. A törzs közönsége körülbelül fele-fele arányban román és magyar. Az összes előadást feliratozzák, minimum románul, sokszor angolul is, és a kolozsvári a magyar színház színészeinek legalább fele románul is játszik, és ez egy teljesen bevett gyakorlat. Román rendezők rendeznek minden évadban. Tehát úgy ennyit mondani. Vásárhelyről is így néz ki a... Hát Erika elmondott mindent erről, nem nagyon tehát tudnám részletezni. Az tulajdonképpen örülök, hogy nincsenek ilyen etnikumközi párbeszédek, mármint az értelmiségi jeles képviselői között, akik megtárgyalják, hogy mi a... Mert azt... Hát itt van egy nem tudom hány, majdnem 1000 éves együttélés, és nagyon sok az emberekben nevelt előítélet. És azt vettem észre, hogy egy ilyen tárgyalás, vagy kerekasztal beszélgetéskor előjönnek ezek. Tehát, hogyha leültetik a román értelmiségét és a magyar értelmiségét, hogy megbeszéljék, hogy mi is ez az együttélés, milyen feszültség van a két etnikum között, akkor mindig ezek az előítéletek jönnek elő. És hogy... Tehát én valami olyasmire... Igen. 1989, én mindig ezt szoktam mondani. Ez egy olyan esemény volt, ami etnikumok fölött állt. És aki ezt megélhette, az egy csomó mindennel feltöltekezett. Tehát azt mondják, hogy volt utána a visszarendeződés, az már nem számít, hogy ezt megélhette. Akkor ez... Tehát, hogy valahogy úgy gondolom, hogy azt lehetne, amit például a német alkotmány ugye azt mondja, hogy hát most egy ilyen nem szó szerinti fordításban az első cikkeje, hogy Németország az állam, amelyik a demokráciát építő közössége. Tehát nem azt mondja, hogy a németeké. Na, hogy így e felé kellene. Nem tudom, mondhatnánk azt, hogy Románia vagy Magyarország az Európai Unió része. Ez nagyon jó volna alkotmány egyetlen cikkejének, és utána pedig már ott van az európai alkotmány vagy szellemiség, és ez elég volna. Igen, csak sajnos a román és a magyar alkotmány is nemzetállamként határozza meg önmagát, és akkor ebben a kontextusban ezért olyan kivétel, ugye Erdély vagy. De még az jutott eszembe, hogy ezek mindig kívülről jönnek, úgy érzem ezek a... Tehát emlékszem, hogy nem olyan régen Párizsban voltam, és akkor meghívott egy ottani magyar közösség, hogyha látták, hogy ott van egy erdélyi magyar, akkor meghívtak. Nem szoktam elmenni az ilyen helyekre, de akkor nem tudom, miért elmentem. És ott volt egy illető, és kezdte nekem mondani, hogy hát ti ott vagytok Vásárhelyen.
Hát én is vásárhelyről jöttem el, ide, Párizsba, nem tudom hány éve itt van már. Miért hagyjátok, hogy a románok ott uralkodjanak fölötted? És miért nem emelitek föl meg, nem tudom, a kasszát vagy mit? Szóval, hogy igen, ezek valahogy kívülről telepednek az emberekre, mert belülről az van, amit Erika mond. Igen, és hogy térjünk esetleg át a tudományosabb diskurzusra és a nemzetközi politika tudományba vagy szociológiába, Erdély hosszú ideig azért mégiscsak az etnikai konfliktus egyik szinonimájaként élt a pontosan a vásárhelyi események miatt, és sok nacionalizmus kutató pont Erdélybe ment kutatni ezt. Akkor esetleg egy kérdést, hogy teoretikus szempontból hogy látott te Erdélyt, mint zónát, és az irodalmat róla? Tehát, hogy mivel határoznád meg te ezt a több nyelvűséget és több kultúrájúságot? Hát én vagyok az egyetlen kívülálló, mondhatni. Bár ez néha zavarba ejt egy megszólalás alkalmával jártam úgy, hogy szemelre vetették, hogy hát én beszélek olyan dologról, ami nem igazán tartozik rám, mert hogy én Magyarországon születtem. Igaz, hogy először Erdélybe 1987-ben jártam, és láttam még a régi világból is ezt-azt. És azóta itt kollégámmal, Gulyás Gyula filmrendezővel, aki megtisztelt bennünket, hát gyakorlatilag mindenfelé és nagyon-nagyon sok színteret láttunk, mondhatni. Ezek alapvetően hát, tudományos vállalkozások és társadalomtudományi kutató munkák voltak. Én azt hiszem, hogy az én képem, Erdély képem egy kicsit talán más, vagy komplikáltabb. Én azt látom, amit az előbb hallottunk, hogy a mindennapiság színterein való együttélés, mint norma, ez ugye abszolút működő gyakorlat. Akár a lakótelepi együttélésben, akár a vidéki, falusi környezetben is. De nagyon érdekes számra, hogy én azt gondolom, és ez a tapasztalatom, hogy ez volt az őseredeti állapot kvázi. Jártunk olyan szintereken, például legutóbb egy 3 éves kutatást végeztünk el Szilágyságban, ahol kiderült, hogy az ott élő, majd 2,5 évszázada magyar és román vegyes lakosságú településeken az arányok nem változnak meg egymás között, tehát ugyanannyian élnek 40-60-50-50%-ban ezeken a településeken magyarok és románok, és kíváncsiak lettünk arra, hogy miért. És akkor kiderült az, hogy hát ez egy hosszú vizsgálat volt, aminek minden eredményét nyilván egy ilyen megszólásban nem lehet elmondani, de a lényeg, hogy az egymáshoz való viszony a román és magyar közösség a lokális szintér viszonyai között nem egyszerűen csak egymás mellett élt, hanem megtanulta egymást használni, kezelni. Kulturális interferenciába éltek egymással, gesztusrendszert hoztak létre a másik iránt. Mit tudom én, az egyik faluba a románok nem ünnepelik december 1-jét. Nem rakják ki a zászlót az önkormányzat épületére, mert úgy gondolják, hogy ez a magyarokat, akikkel együtt élnek, ez zavarja. Szóval sorolhatnám, rengeteg ilyen példa van, és ez nagyon érdekes, hogy a mindennapiságnak az a természetes szintje, például egy ilyen rurális közegben, ami egy feudális gyakorlat, és mondhatnánk így, hogy kirekesztődik a modernizációból. Nincs polgáriasodás, nincs értelmiségi diskurzus, nem éri el a nacionalista retorika, ott ez mai napig fennmarad és megőrződik. De azt gondolom, hogy a magyar-román együttélésben az a vita, az egymás mellett élés, vagy az, ami sokszor egy ilyen konfliktus zónaként tűnik fel a kívülálló szemszögéből, az egy 19. század első harmadában generálódott értelmiségi diskurzus, és ennek a konzekvenciái. Mindenféle elágazással. És akkor ezek az elhajlások természetesen kataklizmákban, történelmi traumákban fokozatosan erősödő gyakorlatokká váltak, ami kirekeszti a kommunikáció bizonyos szintjeit. Nagyon érdekes, ezt a szilárdsági kutatást elvittük 2 évvel ezelőtt Bukarestbe.
és a bukaresti Magyar Kultúra Intézetében tartottunk ebből egy bemutatót, ahova eljöttek a bukaresti egyetemről is szociológusok, románok, akik angolul természetesen beszéltek, és elkezdtünk neki beszélni erről az együttélési helyzetről, hogy van olyan szituáció, képzeljék el, ahol magyarok és románok kiválóan élnek egymás mellett. 76 éves román néni átmegy a magyar szomszédjához, és azt mondja neki, hogy hát tanítson neki magyarul református zsoltár énekeket. És ez működik a mindennapi gyakorlatban. Kiderül, hogy ennek a hátterében az áll, hogy a néni a pünkösdzsiza felekezetbe jár, mind a ketten, és ott a magyar a rítus nyelve. De hogy ez létezik. És azt mondják, hogy számukra ez egész egy olyan egzotikus jelenség. Mert ők, mint román, tömbben élő értelmiségiek számára ez a kérdés, tehát az együttélés kérdése nem is igazán tematizálható. Szóval, hogy ez egy belső ügy valószínűleg részben kívülről tűnhet konfliktusnak, és azt gondolom, hogy rendkívül különböző dimenziói vannak. A mindennapiság szintjén van egy őseredeti készség és képesség, ami lehetővé teszi azt, és kultúrájában bizonyítékok vannak rá. Az etnikum közi normalitás, kulturális transfer a túlélés okán és egyéb ezer tényező miatt működik. Az, amiről beszélünk, az egy a diskurzusnak más szintje, azt hiszem. Igen, tehát már ennyiből is látszik, hogy mennyire heterogén az a hely és az a téma, amiről beszélünk. Ami engem mindig foglalkoztatott ebben a több nyelvűség, több kultúrájúságban, az a úgymond a társadalmi rétegek közötti különbség, pontosabban az, hogy ezt hogy élik meg, vagy erről hogy beszélnek. És akkor itt egymás ellenében, vagy használnám egyrészt az asszimiláció fogalmát, és mondjuk a hibriditás fogalmát. Magyarán azt, hogy akkor tényleg több nyelvűségről beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy bizonyos nyelv, vagy hagyomány, vagy bárminek a elvesztése, ugye a deprivációja, és valaminek a rátelepülése van, vagy van egy ilyen emancipáló ereje ennek, ami kinyit világokat és lehetőségeket, mert hogy ugye két és aztán három nyelv, illetve hogy mik a különbségek a között, hogy mondjuk egy falusi környezetben ez hogy van, és ugye persze Kolozsváron. Tehát hogy nem-e az van, hogy itt most már mondom, ez az én rögeszmém, hogy nem-e az van, hogy azoknak lehetősége ez, akik tényleg középosztálybeli egyének, és elvégzik az egyetemet, és aztán el tudnak menni vele bárhova, és akkor ezt így megélik, és mi, hogy élik meg ezt azok, akik nem ebbe a kategóriába vannak. Ezt hogy látjátok? Hát ugye az előbb azt mondtam, hogy jó, hogy nem ülnek le, vagy szerintem szerencsés, ha nem ülnek le. Az az érdekes, hogy mondjuk a művészet eszközeivel se nagyon tudják ezt megfogalmazni. Az utóbbi, nem tudom, 10 évben nagyon sok olyan színházi előadás született, ahol ezt tematizálják, román-magyar együttélés. A színpadon, mondjam, nagyon könnyű, mert ugye román színészek és magyar színészek vannak a színpadon, és jeleneteket játszanak. Hol külön jeleneteket játszanak a románok és a magyarok, hol pedig egybe vannak. Például ülnek egy ilyen kerek asztal körül, a tévében veszik föl a műsort, és akkor ugyanaz a téma, és hogy miket mondanak a magyarok, és miket a románok, és hogyan gesztikulálnak. Tehát nagyon, most az az érdekes, hogy szintén sztereotípiákat követnek a színészek is. Szóval nem mondanak újat, hogy a magyarok körmön fontabban, vagy nem hivatkoznak a kisebbségi jogokra mindig, vagy a sérelmekre, hogy a magyarok jönnek a múlttal, tehát a magyaroknak több fontosabb a múlt Trianonnal, hogy elvettétek tőlünk, vagy a kultúrával. Tehát, hogy csak az, és ami érdekes viszont, hogy amikor, tehát azért lehet látni, hogy a románok mégiscsak mások. Mondjuk jobb színészek, mint a magyarok általában, ez van.
Tehát hogy valami, de annyira nehéz megfogalmazni, hogy de miért mások, vagy mi az, ami más bennük. De hát ez csak azt akarom mondani, hogy rossz volna lebontani így, hogy a magyarok mások, vagy a románok mások. Tehát, hogy nem mindig azt hiszem, itt követünk el hibát, hogyha elkezdünk faji vonatkozásokat keresni, vagy meghatározásokat. Egy kicsit visszatérve ahhoz, amit Balázs mondott, azt hiszem, hogy ez a fajta közlekedés, ez tényleg egy eredeti állapot lehetett, és mi vagyunk tévedésben, ugye, hogy folyton azt hiszük, hogy az alapállapot, az a különállás, és a nem tudom, valamiféle hagyományoknak a tisztasága, vagy fajtisztaság, vagy Isten tudja, mi lehetett. Visszaemlékszem, hogy amikor egy gyerek voltam a 80-as években, és megjelentek ilyen anekdota, meg mit tudom én, milyen vízgyűjtemények, valahogy átcsúsztak. Ugye érdekes volt, hogy mi jelent meg akkor, és mi nem a Kriterionnál. Volt egy csomó ilyen néprajzi jellegű kiadvány, ilyen vízgyűjteményektől kezdve, mint a Sáska sógor, ami mindenkinek megvolt, ilyen székely viccek. És volt egy csomó ilyen visszaemlékezés gyűjtemény. És az egyik, nem jut eszembe, hogy mi volt a címe, a szolgaság történetek, ugye, ami az akkori magyar falvaknak a meghatározó életélménye volt. A szegény, falusi embereknek a, hogy mondják ezt ma, az életpálya modellje. Ezek az emberek általában vagy Szászvidékre mentek szolgának, vagy Bukarestbe mentek cserédnek, ami jobb volt, mert hát ugye városi környezetben könnyebb volt a munka. Akik a legrosszabbul jártak, azok helyben nagyobb gazdákhoz mentek szolgálni. És akkor leírják, ott vannak ezek a különböző beszámolók. Szóval csak azt akartam mondani, hogy megvolt ez a fajta közlekedés, vagy az, hogy a század 20-as éveiben az olyan nagyvárosokat, mint Bukarestet, Konstancát, Brailát, Galacot a Székelyföld látta el cserédekkel, házvezetőnőkkel, mit tudom én. Tehát, hogy állandó volt ez a fajta mozgás, és hogy egyáltalán nem voltak annyira elzárva egymástól ezek a... És akkor nyilván visszaköltöztek a faluba, és egy csomó mindent megtanultak, egy csomó városias szokást hazavittek, kezdtek kávézni a dulcsácával, befőttel, és így tovább. Azt hiszem, hogy mindig is ez volt valahol az alapállapot, és erre jött rá egy ilyen kognitív diszonancia. Én ezt említettem 89-et, hogy 89 mindent megváltoztatott, és mindent meg kellett volna változtatnia így máig hatóan. Én meg valahogy vészesen azt látom, hogy tényleg 89-et teljesen építjük vissza vagy le, vagy... És kialakult az, hogy hiába, hogy a mindennapi életben ez van, hogy ott esztük egymás palacsintáját, és nem tudom, tanuljuk egymás vicceit, és így tovább. Az ember el van a munkahelyén, és megvan ez az alap társadalmi élete, és akkor x órától x óráig, legalábbis a magyar nyelvű közösség nagy része így visszavonul, megnézi a magyar tévé vagy a Duna tévé híradóját, elolvassa a helyi magyar újságokat, amik egy az egyben az MT-től veszik át a hírblokkot, azzal a szóhasználattal, azokkal a szókapcsolatokkal, és megtanulja a konfliktust, megtanulja, hogy miben áll ez a konfliktus, megtanulja, hogy mik nekünk a traumáink, hogy miért kellene nekünk rosszul éreznünk magunkat, hogy miért rossz a közérzetünk, miközben meg amúgy ugyanolyan jól el vagyunk a szomszéddal, mint... És ez a fajta kognitív diszonancia, ez nagyon...
nagyon tartós, és nagyon jól el tud működni. Nagyon, nagyon furcsa, hogy, hogy ennyire működik, de teljesen. Olyan emberek, akiknek amúgy a legjobb barátaik románok, naponta osztogatnak a Facebookon Bájer Zsolt cikkeket, tudom én. Tehát ez egy nagyon érdekes állapot, és azt hiszem, hogy ezt például elég, hogy ezt elég nehéz lenne elmagyarázni az erdélyi román közösségnek, hogy ez hogy működik. Nem tudom, hogy ezt szokták-e a színházban próbálgatni. Hozzád fordulom. Igen, ez megy. Hozzátennék a kérdéshez még egy annyit, hogy kérlek szépen beszélj nekünk a könyvetek, a közös könyvetek, tehát a Csillagok Vándorának a hőséről. Remélem nem sértem meg, ha tényleg Bolond Balla Jánosnak hívom, aki hát egy ilyen ezermester, és ugye románul is és magyarul is olvas, és szászok között szocializálódott és magyarul ír. És akkor ő, hát ha van inter- vagy multikulturalitásnak megtestesítője, akkor ő valamennyire ő az lenne, ugye? Hát igen. Ugye ez az említett könyv, kötet, ami megjelent, reményeink szerint majd film alakot is ölteni fog. Gulyás Gyula barátommal, kollégámmal, aki nagyon régóta dolgozik ezen a projekten filmként is. Lehet majd, hogy sikerül egyszer befejezni ezt a karaktert. Én bízom benne. És hát kérdezed, ugye itt a hibriditásra kérdezel valójában rá, de az igazság, hogy ez a karakter, akiről szót említettél, ez nem igazán egy abban az értelemben vett modern hibrid figura, mint aminek mi ezt a kortárs, társadalmi frazeológia szerint használjuk. Ugye a hibriditás, homi baba, kategória szerint egy olyan kulturális jelenség, ahol két-három kultúrás minőség úgy keveredik, és alkot egy más szinten megfogalmazódó minőséget, amelyből nem lehet visszakövetkeztetni az eredeti forrás minőségre. Ezt a kreolizáció fogalmában például nagyon jól lehet nyomon követni. Ez a szerző, akiről szó van, vagy mondhatni barátunk, ismerősünk, Bolond Balla János, ő Domokos peremén él, ez a Domokos a Láposi medencében található, Magyar Református Nyelvsziget. Egy nagyon érdekes hely. És hát János története az egy számunkra is véletlen esemény volt, mert a 90-es évek közepén egyszer terepbejáráson, Máramarosba kezdtük ezt a terepbejárást, és Székelyföldön fejeztük be. Szemünkre is vetették akkor a csiki barátaink, hogy miért mentünk mi Máramarosba, mert hát ott biztos üldöztek bennünket fejszével a máramarosi románok, mert hogy egy csíkból, Máramaros az egy olyan hely, ahol az embereket általában fejszével kergetik. Visszatérve a Bolond Balla János történetére, hát véletlen esemény volt, bennünket rábíztak, mint guide-ra, idegenvezetőre, mert hogy ő ráér. Meg kíváncsiak voltunk a helyi viszonyokra, falura, asszimilációt vizsgáltunk elsősorban. És hát a János az ugye ilyen alkalomszerűen dolgozott a helyi üzemben, ahol a karbantartó volt. És aztán egy hosszú barátság alakult ki, mert meglepetéssel tapasztaltuk, hogy van egy fiatal ember, akinek van egy szakmunkás vizsgája, amit nagy szemben beszerzett, és hát van egy könyvtára, ami hát beszélésünk szerint, vagy Gyula kijavít, 4-6 ezer kötet lehet. És ez a könyvtár, ez rendkívül vegyes volt. Emlékszem rá, amikor az első egyik kirándulásunkon elmentünk, Macskamezőn a Lápos pataknak egy ilyen gyönyörű fekvésű szurdok völgyébe, és János leült egy kőre, és hát akkor mesélt nekünk Arisztotelész Nikomachoszi etikájáról. Utána még mélyebb ismerettséget követően hát megmutatta az írásait, azokat, amelyeket egy rossz, alig olvasható írógépen produkált. És aztán sok minden kiderült róla, az, hogy beszél románul, szászok között nőtt fel, ott sejtett el a normákat, amelyeket fontosnak gondolt, a természet szeretetet, és magyarnak vallotta magát. Nagyon-nagyon könnyedén járt át a kultúrák között. Igazi reprezentatív figurája annak, aki az egész polémiát egy ilyen értelmiségi alűrrel, de ugyanakkor autodaktaként szervezte meg. Ezért természetesen a falu nem fogadta el, hiszen ez a Domokos nevű hely, ez egy feudális közeg, ott a föld a legfontosabb érték, már pedig Jánosnak érzéke a földhöz nem volt.
Úgyhogy ő sok néven futott a közösségbe, hívták őt magyarnak, mert imádott nótázni a kocsmából hazafelé. Borzasztó hangja volt, ezért nem nagyon szerették a faluban. Aztán hívták Tarzannak, a románok, mert hogy a hegyeket járta és a zergék nyomában kirándult. Meg vasembernek, mert egyszer Nagy Szebenben, amikor elütötte az egyik munkatársát a vasút és levágta a fejét, akkor ő a nyakából levette a kendőt és nyugodtan ráterítette, mintha mi sem történt volna. Szóval sokoldalú karakterről van szó, akiben tényleg azt testesül meg leginkább, hogy képes szintetizálni azt a világot, aminek nagyon sokféle kitettsége van. Nem csak etnikai, hanem szociokulturális is. Feudális környezetben tud értelmiségi lenni, de ugyanakkor egy mechanikus, akinek van köze ahhoz, hogy gépeket javít. Dendrológiai parkot csinál maga körül, fotóz, UFO-kat figyel meg, és így tovább. Készült róla egy valamelyes kötet, ami érdekes lett, de igazándiból azt kell mondanunk, hogy ő egy kivételes jelenség. A hibriditás vonatkozásában a kultúráknak az a fajta összemosódása, ahol a magyarság és a románság közötti határok, vagy adott esetben a környezetben élő szlovák, bevándorló, asszimilált lengyel, morva népesség is megjelenik a kulturális tudatban. A legjobb példáját azt Vaum Kálmánban ismertük meg. Vaum Kálmánnal Erzsébet bányán találkoztunk, ez Böjüc. Ez fent van majdnem az ukrán határnál, ez egy bánya, városka, hogy ezt a nevés elárulja. És a 19. század végén, amikor felfutott ott a bányászat, akkor a monarchia területéről, különböző helyekről bányászok érkeztek oda. Vaum Kálmán felmenői között voltak morvák, egyébként apai ágon cipszer, csehek, volt egy lengyel rokon, erről szépen kifaggattuk, de ő volt a helyi RMDS-nek a vezetője, akkor, amikor odaérkeztünk. Nagyon büszke volt a magyarságára, és hogy hát ő szervezi a helyi magyar kulturális életet. És aztán egy ünnepségen, amikor leültünk a helyiekkel így beszélgetni, az egyik résztvevő félre hívott, és azt mondja, hogy hát mit beszélünk a Kálmánnal, mert óvatosnak kéne vele lennünk. De hát mondom, hát miért? Hát ő az RMDS-t vezeti, és ő biztos, hogy érti azt, hogy miért vagyunk mi ott. Nem lesz ebből semmi gond. Ugye ez a 90-es évek közepe akkor azért, amikor még a gyanakvás erősebb volt az ilyen tevékenységek iránt, hogy társadalomkutatók megjelentek valahol a végvidéken. És akkor azt mondja, hogy hát azért, mert a Kálmánt 86-ban kirúgták a román kommunista pártból sikkasztásért. Tehát tessék ezt az életutat végiggondolni ezzel a pedigrével és háttérrel. Vaum Kálmánként a megtestesült böjüci erzsébetbányai valóság. Ezek azok a hibrid figurák, akik megjelennek és jelen vannak ebben a térben. Ő például egy Bodor Ádámi karakter. Bodor Ádámnak Mustafa Mukariant nem kellett kitalálnia igazándiból, bár ő azt írja, hogy kitalálta, és ez hihető. De én azt hiszem, hogy ezek a képek, az összeérésnek, az együttélésnek, ezek a konzekvenciái létrehozhatnak ilyen alakzatokat. Ez az én tapasztalatom. Ha a hibriditásról ennyit lehet mondani. Igen, tehát, hogy ezek a heterogén és plurális jelenségek azok, amik igazán, hogy így mondjam, jellemzik ezt a zónát, és mégis a róla való beszéd az nem ilyen, és kicsit erre szeretném terelni akkor a beszélgetést, az, hogy amennyire nyitott Erdély ugye két irányba is, vagy hát kettő minimum, és akkor a globális lenne a harmadik, ugye Bukarest, meg Budapest és a világ, ugyan ennyire kiszolgáltatott is, és erről szeretnék, hogy ezt hogy érzitek, hogy mennyire függ egzisztenciálisan, diskurzívan, bármilyen módon Bukaresttől, vagy hát Romániától, mennyire Budapesttől, mennyire uralják ezek a centrumok, hogy így mondjam, az Erdélyről való beszédet, mennyire sajátítják ki. És hogy esetleg konkrétabbá tegyem a kérdést, egy kulturális intézet, mondjuk a Látó, ez hogy éli meg
ezt a kétféle kötődést úgy pénzügyileg, mint teljesen kulturálisan? Hát, hogy kívül, tehát Bukarest és Budapest között, hát azt érzékelem, hogy a konfliktus végül is az manipulálhatóvá teszi az embereket, illetve tehát érdekesebb, ha van konfliktus, azt gondolom, felhívja a figyelmet mindenképpen. Emlékszem, egyszer Rómában voltunk itt családilag, és már ott voltunk egy hete, és egy ilyen mellék utcában laktunk, és hogy a szomszédokat, senkit nem ismertünk meg. Köszöntünk, nem köszöntek. És egyszer előfordult az, hogy én behúztam az ajtót, és a kulcs bent maradt, és ott toporogtunk, nem tudtunk bemenni. És ez a konfliktus, hogy ugye itt egy szorult helyzetben van egy család, rögtön az egész utcát odahozta, és mindenki próbált valamit, és megismerte. Másnap már mutogattak, hogy az honnan jött ide, és hogy lehet vele beszélni, de ő nem tud olaszul, de ért olaszul. Tehát, hogy most is azzal kampányol például egy vásárhelyi párt, hogy 90 márciusában a románokkal, hogy összeverekedtünk, és akkor jöttek a cigányok, és azt ordítozták, hogy ne féljetek magyarok, mert jönnek a cigányok. És akkor miért ne adjunk most a cigányoknak is egy képviselő helyet? Meg, tehát ilyenek, azt gondolom, hogy ezek mind, tehát nyilvánvaló, hogy ugye a nacionalizmus az mindig fölkorbácsolja az indulatokat ilyen szempontból, mert az emberek manipulálhatóbbá válnak, arra pártra fognak szavazni, és így tovább, és így tovább. Na most egy ilyen tehát mondva csinált konfliktus helyzetben azt gondolom, hogy a látónak, ahol én szerkesztőként dolgozom, tehát egy szép irodalmi lap, az volna, nem tudom, szerepe talán, hogy higgadtan odafigyeljen arra, amit csinál. Hát jelesül irodalomra, és azzal foglalkozzon. Úgyhogy nem. Egyrészt már valahogy elmegy a fülünk mellett sok minden, másrészt meg mondjuk érdekünk is az, hogy... Tehát mondjuk, hogy azért beállni valahová csak, azért, hogy több pénzünk legyen, nem érdemes. Tehát akkor kulturális értelemben csak a hasznát látja a két világnak alap, mert hogy akkor tud jönni román irodalom fordítása, és tudnak jönni magyarországi szerzők. Tehát, hogy akkor ez egy ilyen nagyon érdekes egyébként, találkozási terület. Hogy például a lap finanszírozásához honnan jönnek a pénzek. De érdekes, hogy még... Tehát volt egy időszak, ahol inkább Budapest felől jöttek a pénzek, akkor volt egy vitánk Sütő Andrással, akkor nem jöttek a pénzek, akkor utána megint Budapestről inkább jöttek a pénzek, akkor hát nem is nagyon volt vitánk senkivel, csak esetleg fintorogtunk bizonyos dolgokra, akkor megint nem jöttek a pénzek. Tehát így van. És azt kell mondanom, hogy most ugye az utóbbi, tehát Bukarestből sokkal kevesebb pénz jött, de hogy ez egy idő óta ez nőtt, és hogy rendszeresebbé vált. Ez jó hír. Erika, hogyha esetleg van neked erre külön, de neked egy teoretikusabb kérdést is előkészítettem, ugyanis Erika személyében az ír irodalom egyik fő fordítóját tiszteletjük, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire látod az hasznos megközelítésnek, hogy Erdélyt is, mint például Írországot is egy ilyen posztkoloniális kontextusba emeljük, melyben ugye valamiképpen a gyarmat metaforáját használhatjuk, a centrummal való ellentét, vagy annak való kiszolgáltatottság,
és hát ennek a megnyilvánulási formái. Mert hogy azt tudni kell, hogy például az a darab, amit fordítottál, a Brian Friel fordítások című darabja, az eléggé közkedvelt Erdélyben, és nagyon úgy élték meg szerintem hát általánosan, hogy az Erdélyről is szól vis-a-vis a román ugye, hódítás, vagy átnevezés, vagy gyarmatosítás, vagy bárminek hívjuk ezt ezzel szemben. Akkor először egy kicsit valami persze, miről bocsak, két beszélek, amiről Zsolt is, és akkor megpróbálok a második kérdésre válaszolni. Ez volt az eredeti kérdésed, hogy egy Budapest meg Bukarest közt Erdély hogyan viselkedik, meg egyáltalán milyen ez az Erdély lét. Azt hiszem, hogy Erdélynek van egy, nem Erdélynek, hanem Romániának, mondjuk Magyarország felül nézve van egy nagy adója vagy előnye. Románia sokkal több pólusú. Magyarországon ugye van Budapest, és azután a nem tudom hány perc, 10 perc, 100 perc szünet, nincsenek igazán nagyvárosok. Ezzel szemben Romániában azért Kolozsvár, Temesvár, Jász, Brassó, Krajova, ezek nagyon komolyan vehető nagyvárosok és erős kulturális pólusok is. És például nagyon érdekes az, hogy Kolozsváron kialakult az egyetemen is, meg az értelmiségi, hát értelmiségi életnek is egyfajta ilyen a Bukarest ellenpólusa. Tehát mondjuk a bukaresti értelmiségi elit az jellemzően a jobboldali konzervatív, egyfajta ilyen két világháború közti hagyományt próbál folytatni, elég erősen elitista. Ehhez képest Kolozsváron az egyetemi, főleg a társadalomtudományi tanszékek körül, meg az IDEA kiadó körül kialakult egy nagyon erős balos értelmiségi csoportosulás, és ez egy nagyon erős ellenpólusa lett annak a domináns diskurzusnak, ami az értelmiségi közbeszédet így Romániában meghatározza. Úgyhogy a Romániában ilyen tekintetben is van egyfajta több szólamúság, és ebben részben magyar értelmiségiek is betagolódnak, tehát ebben így vagy úgy részt vesznek, főleg Kolozsváron. A Budapest felé pedig nem tudom, sokkal inkább azt látom, hogy Budapest felé van egyfajta ilyen, hát lehet, hogy valamiféle szellemi gyarmatosítást itt lehetne emlegetni, hogy a rom-magyar közeg az egyre zártabbnak tűnik, miközben egzisztenciálisan egyre nyitottabb. Tehát ugyanúgy elmennek az emberek, a diákjaink legjobbjai ugyanúgy a nyugat-európai egyetemeken tanulnak tovább. Az orvosok ugyanúgy elmennek Angliába, vagy nem tudom hová dolgozni. Mondjuk Magyarország már nem egy célpont, nem hogy hívják ezt önöknél ilyen divatos a gazdasági bevándorlásnak, most már nem célpontja Magyarország, mondjuk 90-es években az volt, most már az emberek tovább mennek. És tanulni is jellemzően tovább mennek, de ehhez képest a rom-magyar közeg által fogyasztott sajtó, tévé és egyéb az szinte 100%-ban Magyarországról származik. Vagy úgy, hogy magyar tévét néznek, vagy Duna tévét, vagy úgy, hogy ilyen Magyarországról tolba mondott a sajtótermékeket olvasnak, nem tudom ezt ennél elegánsabban mondani. És ez megint egy ilyen kognitív diszonancia helyzet, miközben
miközben sokkal nyitottabban élünk, tulajdonképpen magunkra zárjuk rá mentálisan az ajtót azzal, hogy egy olyan keretek közt gondolkodunk, és főleg a szimbolikus gondolkodásnak a sémáit, meg a paneljeit, meg a szókapcsolatokat vesszük át, ami egy egyre szűkülő és egyre beszűkültebb magyarországi közegből jön át. Az éles párhuzamra meg én egy kicsit köhögök ettől a gyarmati, posztgyarmati diskurzustól. A posztszovjetről még nem is beszéltünk. Nagyon röviden, ez egy jó példa, ez a darab, amit fordítottam, ez elég rég volt, 2001-ben mutatta be a Kolozsvári Színház. Brian Frail-nek a Translations fordítások című darabja, annak van egy nagyon érdekes szüzséje. A színpadon egy írfalusi közösség és az oda érkező az angol katonaság, a brit katonaság néhány tisztje úgy beszél, tehát a színpadon, tehát a megírás nyelve az angol, és egymásnak angol mondatokat mondanak, de ez úgy értendő, hogy a szereplők fele írul beszél, a másik fele meg angolul, és ezeket így folyamatosan, tehát ugyanazon a nyelven fordítják. Ez egy nagyon érdekes, nagyon ironikus dupla csavar, mert hogy benne van az, hogy Írország, az írek a 19. század közepén lecserélték a nyelvüket. Ez egy nagyon problematikus folyamat, volt benne történelmi trauma is, de volt benne elég sok adag önkéntes elhatározás is. Ugye a modernizációnak a hatása volt az, hogy az írt kiszorítja az angol, de hogy mégiscsak egy traumatikus folyamat. És a darab ezt mutatja, pontosan ezt a folyamatot, amikor az angol hadsereg megérkezik feltérképezni Írországot, és lefordítják a neveket, a helyneveket. Én nagyon, az az igazság, hogy nagyon féltem, és amikor fordítottam, akkor sokat ültem Sejem Zsuzsánál, és erről beszéltünk, hogy pontosan erről, hogy hogyan lehet ezt kivédeni, hogy Kolozsváron úgy olvassák a darabot, mint hogyha kvázi rólunk Erdélyről írták volna. Szerintem azért nagyon problémás, két főokból. Nagyon problémás ez a párhuzam. Olyan párhuzamról van szó egyébként, amit anglista körökben így szoktak hangsúlyozni. Vannak jeles magyarországi anglisták, Frail szakértők, akik erről sokat írtak. Szerintem az első számú nagy probléma az, hogy a darab és az írt történelmi közegben ez egy nagyon, nagyon egyértelmű folyamat, hogy ki fordít mit. Tehát ott tényleg az volt, hogy megérkeztek először az angló normannok, aztán az angolok, és lefordítják Írországot. Ugye is ennek a folyamatnak a során egyszer csak nagyjából eltűnik, vagy majdnem teljesen eltűnik az írnyelv. Most Erdélyben ki fordít kit? Kolozsvárnak vannak olyan utcái, amelyek hatszor cseréltek nevet. Tehát így 18-20, még egyszer a két világháború közt is, aztán 40-ben, aztán 45-ben, aztán 49-ben is, és még mit tudom én, 90 után még kétszer. Szóval ez messze nem egy egyértelmű folyamat. Erdély soha nem volt egy olyan egynyelvű közeg, amilyen Írország volt valamikor in illo tempore az angolok megérkezése előtt, és ezt így lefordítani arra, hogy akkor, mert amúgy tényleg nagyon, nagyon csábító, főleg így a Ceausescu diktatúrával összevetni, amikor tényleg az történt, hogy a magyar nyelvű sajtótermékekben például nem lehetett magyar helységneveket leírni. A Kolozsvár helyett azt kellett írni, hogy Kluzsnikokkal magyar szövegben, vagy a magyar nyelvű történelemkönyvekben románul kellett állniuk a helységneveknek, és így tovább.
De fordítva, mondjuk a 19. század második felében ugyanúgy megtörtént, hogy a mócvidéki falvaknak, vagy a barcasági száztelepüléseknek a neveit ugyanúgy standardizálták, vagy magyarosították, vagy, tehát, hogy ezek oda-vissza történtek, ezek a fordítások. A másik problémám pedig ezzel a párhuzamban az, hogy azzal, hogy így egyértelműen belelátjuk magunkat abba a szerepbe, és mindig az áldozat szerepébe, ez valahogy felfüggeszti a darabnak a radikális iróniáját. Számomra ez a darab mindig arról szólt, hogy erről a radikális fordításba vetettségről, ahol ugye végig angolul beszélnek az eredetiben, az egyetlen idegen elemek, amelyek elhangzanak a színpadon, azok pontosan azok a Gael ír helységnevek, amelyeket fordítanak le, amelyek ugye erodálódnak, elvesznek ezzel a fordítással. És ebben felvillan az is, hogy az írségnek ugye az újjászülető, bocsánat, ez az ír reneszánsz, vagy kelta reneszánszként ismert nemzeti kulturális mozgalom, majd az ír szabad állam, és az ír köztársaságnak az ideológiája az valamiféle őseredetiség lett, és ez az ír nyelvhez, meg az ír kultúrához kötődik, de közben ezt az ír nyelvet is szinte a halóporaiból kellett feltámasztani, félig meddig egy mesterséges nyelv lett, a mai napig tanítják, az ír alkotmány kimondja, hogy a Írországnak a hivatalos nyelve, az első számú hivatalos nyelve, miközben a lakosság nagyon kis százaléka beszéli első nyelvként. Tehát, hogy ez egy tanult nyelv, egy visszatanult, vagy nem tudom, hogy ennél jobban, hogy fejezzem ki. Tehát, hogy van ennek a párhuzamnak egy nagyon erősen erőltetett része, ami pont ezt a radikális iróniát függeszti fel. Hogy most nagyon rossz májú legyek akkor, tehát hogy a Brian Field darab az egy kicsit komplexebb, mint egy Sütő András darab, ami egy ilyen egy az egyben való megfeleltetést ad. Igen, na de ne legyünk rosszak. Maradva a gyarmatosításnál, vagy ennél, mint metaforánál, lehet, hogy neked is már volt egy előkészített kérdésed, de egy extra kérdést fogok akkor most. Mivel, hogy a te személyedben meg egy antropológust tisztelhetünk, hát az egyértelmű, vagy az köztudott, hogy az antropológia ugye a gyarmatosítással párhuzamosan kéz a kézben fejlődött ki, a néprajz pedig ugye a nemzetépítéssel kéz a kézben. És a te meglátásod szerint ezek a társadalomtudományok, vagy ugye ezeknek a diskurzusai mennyire határozták meg az erdélyképet, vagy hogy torzították el, vagy hogy engednek közelebb, vagy távolítanak el tőle. És akkor ebben reflektálhatsz a saját szerepedre is, mint tudós, hogy ezt te hogy gyakorlod, vagy hogy próbálsz ellene küzdeni. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés, azt hiszem, de hát az összetett kérdésekről lehet beszélni. Én azt gondolom, hogy a kulcs ebben az egész történetben valahol ott van, amit Zsolt mond. Tehát, hogy a konfliktusok érdekesek. Szóval a konfliktus az, ami úgy mindenkit foglalkoztat. És ebben azoknak a tudományos diskurzusoknak, amelyekről kérdezel, hasonló lehet funkciója. Nem tudom, hogy felfigyelte valaki, de éppen ma van, azt hiszem, hogy 20 éve befejeződött Szarajevo ostroma. Ami egy nagyon fontos esemény, hiszen tudjuk jól, hogy a délszláv állam felbomlásának története is egy olyan kulturális konfliktus sorozat eredménye, aminek az előzményei, azok egy ilyen lappangó, nem éppen világosan szabályozott diskurzusból fejlődtek ki. Az érdekes az, hogy ezeknek a diskurzusoknak, amelyek lehetnek a tudomány diskurzusai is, de akár etnikai szinten is lejátszódhatnak különböző közösségek között,
vannak olyan szereplői, akik érdekeltek a konfliktusban és a konfliktus fenntartásában, mert hogy ebből élnek. A kérdés az, hogy ezeket a konfliktusokat milyen módon és milyen eszközökkel lehet ellenőrizni. A Foucault-nak ebben teljesen igaza van, hogy a diskurzus rendjének van mindig valami fajta korlátozó értelme. De ez a korlátozás, amennyiben nem társul tudatossággal, adott esetben például a felelős értelmiség részéről, a szerep, közszereplők részéről, a szerepet vállaló, megszólalók, a nyilvánosságot tematizáló személyek részéről, akkor veszélyeket is hordozhat. A tudomány szerepe mindebben áttételesen, tulajdonképpen elvileg semmi. Ugyanakkor például az antropológia történetében a konfliktus kutatás az egy remek és jól kidolgozott téma, hiszen az antropológia 20-as évektől kezdve foglalkozik konfliktus menedzseléssel. Az 1940-es években, 41-ben alakul meg az Egyesült Államokban az USA hadba lépését követő pár nappal később az Information War Office, amiben antropológusok dolgoznak, akiknek az a feladata, hogy tematizálják a másik oldalon álló kultúrákat, mint olyanokat, hogy milyen formában jelentenek veszélyt. Ezért nem csak ez volt a cél, hanem az is, hogy annak azt feltérképezzék, hogy melyek a kultúrának a gyengéi. Mert hogy hát, hatban állnak egymással, akkor nyilvánvalóan mi érdekünk az, hogy győzzünk, és ezért bármilyen eszköz megragadható, akár a tudomány is adott esetben, és a tudomány által termelt diskurzus is elégséges a muníciót kínálhat, ahogy ez történt is az Egyesült Államokban. A kutatás antropológia fontos szerepet játszik abban, hogy az USA hát korábban befejezheti a háborút. Ennek megvan a maga története, ami nem biztos, hogy ide tartozik, de a lényeg, hogy antropológusok javaslatára érik el Japán fegyverletételét. Mert azok, akik foglalkoznak a távol-keleti, kelet-ázsiai kultúrákkal, jártassak abban, hogy a japán kultúrában a kulturális identitás, illetve az, hogy az egyszemélyi vezető, a császár, az egy olyan elköteleződés, amit nem lehet másként feloldani, csak a császár szándékával. Ezért kell őt meggyőzni arról, hogy ő jelentse be a fegyverletételt. Ezek apró nüansznyi dolgok, de árulkodnak a diskurzus természetrajzáról. És itt, amit kérdezel, ez nagyon fontos ügy. Jelesül az, hogy itt nem az az érdekes, hogy az antropológia, vagy a néprajz adott esetben az Erdélyről szóló diskurzust miként tudja, vagy tudná tematizálni, hanem arról, hogy milyen módon határozza meg azokat a kulturális súlypontokat, amelyek bekerülhetnek ebbe a diskurzusba. Az etnográfia szerepét tudjuk nagyon jól Magyarországon, abban az értelemben, hogy hát az adatgyűjtés, adatrendszerezés a népi kultúráról, ami aztán ideáltipikussá válik egy kontextusban, a 30-as években ennek a felértékelődése egy nyelvezetben rendkívül fontossá válik, és hát egy politikai konnotációt is nyer. Ebben az értelemben például az idill, vagy az ős eredeti, ez az ontogenezise, a tiszta magyar életvilágnak, mint olyan, az párhuzam válítható egy bizonyos nyelvhasználatban és kulturális környezetben egymással. Erről irodalmi művek sokasága szól, ezeket jól tudjuk és olvassuk is, hogy melyek ma kultuszuk van bizonyos olvasói környezetben. De ebben igazándiból a háttérben a tudomány szerepe nem tudományként funkcionál. A tudomány által termelt ismereteknek egyfajta használati módján. Ez, amitől függ. És ebben van egy csomó önkény. Ez a probléma. A tudomány nem politika. A tudomány a közbeszédnek egy olyan szintje, amelyhez nem kellene, hogy társuljon az ilyen típusú felelősségvállalás kényszere. Az egy szerencsétlen szituáció, hogy Közép-Kelet-Európában a tudós, adott esetben értelmiségi is kénytelen egy ilyen helyzetben is megnyilvánulni, akár szakmai szereplőként is, feláldozva azt a hitvallást, amit a tudománnyal kapcsolatban forgalmaz. De hát ilyen időket élünk most már két évszázada, úgyhogy ebben igazándiból nincs. Pardon. Az antropológia történetére való utalásod, az így van. Az antropológia az bizony, ahogy ezt az 1960-as években felvették, például Nagy-Britanniában, rettenetes bűnöket követ el abban, hogy a brit adminisztráció tökéletesen szervezi meg mondjuk Indiában a gyarmatok kizsákmányolását.
ennek az etikai önképnek aztán megvannak a konzekvenciái, a 70-es, 80-as évek eltávolodik ettől az identitástól, és újraértelmezi az identitást a kritikai fordulatban a modern szociokultúrás antropológia, létrehoz egy új diskurzust. De a lényeg az, hogy ez az ódium, például az antropológiával kapcsolatban, ahogy az etnográfiával kapcsolatban is, mondjuk, ha megnézzük a Volkskundét Németországban, ennek a funkcióját a 30-as években, hogy ez hogy működik, mit tesz, hogy kreálja meg az árja toposzát, és hogy járul mindehhez hozzá pontosabban, az egészen félelmetes konnotációkat enged meg. Itt mindig a felelősségvállalásnak az a személyes indikációja fontos, amit valaki ebből a hitvallásból elvállalva nyilvánossá mer, vagy akar tenni. Ez meg döntés kérdése. Na, bocsánat, ehhez szeretnék tulajdonképpen, mintha egy kérdés volna, de nem téged akarlak helyettesíteni, csak gondolkoztam azon, hogy tehát az az érzésem, hogy a konfliktus, tehát hogy mondjuk a románokkal szemben addig éreztem konfliktusosnak a helyzetet, míg bennem volt, megvolt ez a konfliktus a románokkal szemben. Miután ezt szerintem 89-ben ki tudtam magamból gyomlálni, akkor nem nincsen konfliktus a románokkal szemben. Azt gondolom, hogy ezt nem lehetne előidézni. És azért ez egy kérdés is egyben, hogy például hogy az erdélyi városok körülbelül egyötöde zsidó lakosság volt, és őket, és nagyon jól éltek egymással szomszédságban, magyarok, zsidók, például Szatmárnémetiben tudom, hogy átvették egymás szokásait, és így tovább, és így tovább. És mégis jött ugye 44 májusa, amikor ezeket az embereket deportálták, és nem, tehát Szatmár magyar lakossága, de Kolozsváron szintén nem emelte föl, vagy Vásárhelyen, nem mondták azt, hogy de nem. Most ezen gondolkozom, hogy vajon létezne egy olyan diskurzus, ahogy mondtátok, amelyik elő tudná azt idézni, hogy én mondjuk nyugodtan hagyjam, hogy Vásárhelyről deportálják a románokat. Erről az jut eszembe, hogy volt ugye egy ilyen terv, hogy az erdélyi magyarokat a Madagaszkárra telepíteni, hogyha már nem lehet, akkor ott találják meg az igazi hazát. A diskurzus korlátairól és a konfliktusról most abba az irányba szeretnék menni, ami egy ilyen mitosz, amit úgy érzek, hogy egy mitosz él Erdélyről, amit sokan megismételnek, mert pedig azt, hogy tehát ha mondjuk a román vagy a magyar politika és közélet szekértábor jellege nem hatolt be, és hogy Erdélyben ilyen nincs, és hogy nincs jobb oldal vagy bal oldal, vagy hogyha van, akkor nincs ez a mentalitás, amivel úgymond leírhatjuk a centrumokban a közéletet. Ezt ti hogy látjátok? Ez mennyire mitosz, mennyire van így? Mennyire lehet emögé úgymond elbújni néha, és a belső konfliktusokat nem kibeszélni, és a többi. Én nem tudok, nekem csak Madagaszkár jut eszembe, hogy hát azt gondolom, a konfliktus másik oka a butaság. Tehát az, hogy ugye fölvetődött ez, és akkor nem tudom, én milyen sajtóban is megjelent, ez a Székelyföld folyóirat és köre, Orbán János Dénes és köre, hogy akkor Madagaszkára kell az erdélyi magyarságot. Hát elpülönösök, mert ki is nevezték egymást miniszternek. Na most az, hogy ugye, hát azért olyan, nem is tudom, kellemetlen a dolog, mert hát ugye a németek a zsidókat először Madagaszkára akarták kitelepíteni. Tehát volt egy ilyen terv, hogy akkor
szépen fogjuk őket, és áttelepítjük, és egy óriási lágert hozunk létre. Most ezután jönni, tehát azt gondolom, hogy igen, ez a minden konfliktusnak egy ilyen buta, nem tudom milyen ötlet, vagy gondolat az alapja. Ja, jobb és bal oldal, Erika beszél. Én itt, mint középen ülő. Jobb és bal oldal, én nem, tényleg ez személyes benyomás, nem semmilyen statisztikai adatom nincsen, amivel ezt így alá támasztanám. Úgy látom, hogy megint kétfele oszlanak a dolgok. Van az erdélyi román közeg, ami politikailag rendkívül árnyalt, mindenféle politikai irányultságok vannak, és általában megtalálják a nekik tetsző pártot, civil szervezetet, stb. És aztán ott volnánk mi, ugye a rommagyarok, megint ilyen jó kis belterjesen, vagy 90 óta egyre belterjesebben, akiket hát 2010 óta, vagy inkább már ez egy régebbi folyamat, azelőtt kezdődött, így sikerült a magyarországi politikának, jelesül nemzetpolitikának mentálisan gyarmatosítani, annyira, hogy a rom-magyar közösségnek az ügyei, azok a mindenkori, nem mindenkori, a jelenkori a budapesti kormánynak a politikája. Az erdélyi magyar sajtónak a jó része az ilyen rezonáló dobozként, vagy nem tudom, ilyen hangszekrényként működik, ami ezt felhangosítja, és hát ennek minden kellemetlen vonzatával. Én még olyan szerencsés vagyok, hogy úgy nőhettem fel, hogy nem hallottam zsidózást a felnőttektől. Hát szerintem most már nem úgy nőnek fel a gyerek vagy tizenéves a magyar gyerekek, mondjuk Székelyföldön sem, ahol ez már csak azért sem lehetne téma, mivel ugye a zsidók történetesen eltűntek. Ugye a holokausztnak meg Ceausescu bácsiknak sikerült elég jól eltüntetni őket, egyszer is deportálták, és aki meg esetleg visszajött, azt Ceausescu kiárusított a 70-es, 80-as években. Szóval így röviden ezt látom. Tehát ez a fajta a kritikátlan átvétele az úgynevezett nemzeti jobboldalnak. Teljesen egy ilyen szimbolikus politizálásnak a történései vannak, amiben megint az az érdekes, hogy a mindennapi valósággal a legkevésbé érintkezik. Tehát, hogy egészen másképp élünk, mint amelyek a szimbolikus ügyek. Nem, 2015-ben, 2016-ban megint szoborállítások körül zajlik, vagy zászlók, vagy nem tudom, ilyen kitalált himnuszok, vagy ezek lettek az ügyek, miközben hát élünk abban, amiben élünk. A terepen ez mennyire látszik az embereknek? Lett egy ilyen dihotómia a fejükbe, hogy akkor ezek, meg azok, meg... Tehát, hogy át lett véve a Erdélyben, mondjuk a falvakban ez a nagyon ilyen... Kb. Azt tudom mondani a legelején, tehát, hogy 3 hete voltunk Szilágycsebe, és szerveztek a kutatásoknak egy ilyen bemutató beszélgetést, és Szilágycsebe jött a helyi értelmiség meghallgatni, hogy mi milyen kutatásokat végeztünk a szilágycsegi Tövisháton, 5-8 kilométerre, vagy appen 4 kilométerre Szilágycsetől lévő falvakban. És amikor a szervező hölgy elmondta, hogy mi érkezzünk, akkor azért azt tudjuk, hogy most Szilágycsebe, konkrétan a kisvárosban van egy kis probléma, mármint magyarok és románok között. Szilágycse mindig túlságosan és magyar városka volt, de hát a település politika következtében hát most néhány román telepet is hozzá csatoltak Szilágycsehez az elmúlt években, és
50-50% körül vannak. És ez a mikrokonfliktus abból robbant ki, hogy egy emléktáblát szerettek volna állítani, szeretnének állítani a helyi magyarok az első és második világháborúban elhunyt szilácsei polgároknak. És a gond az, hogy a két világháborúban csak magyarok haltak meg. Tehát, hogy ebbe az emléktáblára csak magyar nevek fognak felkerülni. Most ott tart az ügy, hogy hát nem városi köztéren fogják ezt felállítani, hanem a református templom mögött, vagy nem is tudom már, hol tart éppenséggel ez a vita. Mi az érdekes mindebben? Szilágycsehtől 4 kilométerre található egy Völcsök nevezetű település, ahol néhány éve, ez egy teljesen vegyes lakosságú település, ilyen 60% magyar, 40% román, és rengeteg interjút készítettünk az együttéléssel kapcsolatban, és az egyik interjúban elmesélik a helyiek, hogy hát itt az a szokás, hogy ha meghal egy magyar, akkor oda megy a pópa is a temetésre, és meghúzzák a román templomba a haragot, és hogyha meghal egy román, akkor oda megy a református tiszteletes is, együtt, egymás mellett mennek a temetésen. És amikor meghalt az idős magyar bácsi, akkor a szomszéd románok építették újjá a házat, és hogyha van valami nagyon komoly, hát, vesztesége valamelyik családnak, függetlenül attól, hogy magyar, van egy önkéntes ilyen bizottság, aminek a vezető egy román ember, tehát a relatív kisebbség, és van két magyar tagja, presbiterek, és kalappal járnak körbe a faluba, és összeszedik az árát mondjuk a döglött lónak, mert anélkül ugye nem lehet élni, és azt odaadják a gazdának, aki hát elveszítette ezt a vagyont. A két hely egymástól 4 kilométerre van, Szilágycseh és Völcsök között nincs autóbusz közlekedés, Völcsöknek nincs kocsmája, és nincs boltja. Most egy kis ilyen apró helység van, ahova lehet a nap bizonyos szakaszában vásárolni alapélelmiszereket. Az emberek gyalog járnak be, vagy autóval Szilágycsehbe a központba. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és megint az merül fel, hogy vajon a diskurzusnak mely szintje az, ahol ugye ez a skizogenikus gyakorlat, tehát a konfliktus elmélet értelemben meglátható szembenállás, mint opozíció értelmet nyer. Én magyar vagyok ezért is, egy szimbolikus cselekvésre határozom el magam, emlékoszlopot állítok, a románok azt mondják, hogy ez nem jó, mert ugye ez egy nacionalista gesztus. Erről folyik a polémia. És onnan pár kilométerre egy teljesen más világot talál az ember, ahol az ortodox templom kántora elmeséli nekünk, hogy hát ő el szokott menni a magyar templomba is, húsvétkor, mert az annyira szép. És mindez magyarul. Ez sem igaz például, hogy ezeken a világvégi helyeken nevezzük őket így, ne volna nyelvi átjárhatóság oda-vissza kölcsönös. Legfeljebb a románok nem szívesen beszélnek magyarul adott helyzetben, de tudnak. Mondjuk egy idegennek. És ez egy nagyon-nagyon érdekes viszonylatot teremt, és elgondolkodtató szituáció, arra nézvést, hogy mi a felelőssége azoknak az értelmiségieknek, városokban élő polgároknak, azoknak, akik a közbeszédet tematizálják, azoknak a politikusoknak, akik ebből élnek. Mert hogy van élő, tapintható minta arra nézvést, hogy az együttélési gyakorlat az lehet sikeres. Ez, amit mi mondjuk tudományos eszközökkel, hosszú távú kutatás eredményeként fel tudunk tárni. Ez az én kívülálló erdélyképpen. Ennek a szekértábor logikának a beszivárgásáról azért kérdezek, mert hogy ezt valahogy én összekötve látom az állampolgárság, az újonnan kedvezményesen vagy gyorsított eljárással megadott állampolgárság kérdésével is, és hogy miután ez a lépés megvolt, és sokan felvették, és hát én is többek között felvettem, mondjuk én azért, mert Budapestre költöztem, de és hogy akkor mennyire lehet magyar állampolgárként még mindig kivonni magadat a Magyarországon, Budapesten történő közéleti dolgokból.
És hogy persze ki lehet, de hogy ezt ti hogy látjátok? Tehát lehet-e semleges maradni, és mondjuk támogatást elfogadni? Erről vannak itt nagy viták, hogy akkor kinek ki adja vissza a pénzt, ki fogadja el a magyar államtól, stb. Az NKA, és így tovább. És én úgy érzem, hogy miután valaki komolyan veszi azt, hogy mi egy nagy nemzeti közösség vagyunk, vagy bárminek nevezzük ezt, lehet, hogy ez csak kulturális közösség, stb., akkor a közéleti felelősség is valamennyire közös, vagy hogy mindenkinek köze van hozzá. De lehet, hogy nem így van. Ti ezt hogy látjátok? Mert hogy az nagyon könnyű azt mondani, hogy akkor Erdélyben nincs jobb oldal, nincs bal oldal, mi nem szekértáborozunk, de ugye elfogadunk ilyen pénzt, vagy elfogadunk olyan pénzt. Vagy, szóval most ezt így egy kicsit leegyszerűsítem, de hogy ezt az odatartozást és mégse odatartozást hogy lehet megoldani, vagy hogy oldja meg az ember. Hát, hogy te most valami olyasmit kérdezel, hogyha mondjuk Kossuth díjat kapnék, akkor kezet fognék-e, vagy átvenném-e, vagy nem? Ezt akarod kérdezni. Ez még leegyszerűsítőbb, de igen, például ez egy kérdés, igen. Hát, hogy azt tehát nem vagyok magyar állampolgár, és egy román képviselő javasolta, hogy a román útlevélre azt írják rá, hogy az Európai Unió állampolgára. És az új román útleveleken ez van odaírva, és annyira, tehát jó elővennem a román útlevelemet, hogy megnézzem, és akkor kellett csináltatnom, amikor Amerikába mentem, mert ugye ott nem volt jó a személy. És egyébként ez meg azért érdekes, meg ott meg nem... Azt, hogy magyar vagy román, teljesen mindegy, európai, ugye ez az ottani szemszögből. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Kéne? Hogy... Igen. Tehát tehát konfliktus helyzetbe kerülnék, és a következő miatt. Tehát az, hogy Magyarország miniszterelnöke, az ugye annak számomra nincsen neve, meg nincsen jelleme, az. Tehát az. A másik viszont, tehát hogy vele kezet fogok. A másik viszont az, amit gondolok ilyen helyzetben, szabadságért harcolni csak a szabadság zászlaja alatt lehet. Tehát, hogyha úgy ítélem meg, hogy ebben az országban nincs szabadság, akkor nem fogok kezet vele. Tehát akkor viszont harcolni kell a szabadságért, és ebben nem fér bele az, hogy én kezet fogjak. Na most itt vagyok, nem tudom eldönteni, hogy ez még egy szabad ország, vagy már nem. Nem tudom, én most itt gyorsan lepattintanám a kérdést, nem vagyok magyar állampolgár, a családunkból nagymamám magyar állampolgár, aki 90 éves, cirka 20 éve nem járt Magyarországon. Orbán Viktor levelezni szokott vele már, mint hogy kapja ezeket a leveleket. Nagymamám ezeket nagyon lelkesen olvassa és szavaz. Tehát minden... Most már azt hiszem, hogy kétszer is szavazott, amióta megvan az állampolgársága, és ezt nagyon fontosnak érzi, hogy ő igen, ő éljen ezzel a szavazati jogával. Hát nem tudom én, a Kossuth díj nem fenyeget, hogy továbbadnám a kérdést. Esetleg ez... Magyar állampolgár vagyok. Jó. igen. Másféle, mint én. Tehát én friss jó. Akkor záró témaként, hát egy talán a legnehezebb témához térnék át, és ez az Erdélynek és a menekült kérdésnek a valamiféle
összekapcsolása, ez is érdekelne. És van két mozzanat, ami ezt a kapcsolatot számomra létrehozta. Az egyik az, hogy Markó Béla írt egy nagyon személyes és nagyon erős verset az Ésbe, azt hiszem júniusban jelent meg, ahol, ahogy ő később is mondta, egyszerűen felháborodott a kerítés ötletén, és hát azt kapcsolja össze, ha jól értem, hogy ugye a 70-as, 80-as, de főleg a 80-as években elég sokan menekültek Erdélyből a zöld határon, vagy bármilyen más módon át Magyarországra, és hogy akkor őket így vagy úgy fogadták, és hogy akkor az lehetett, mert hogy akkor magyarok voltak, de hogyha más rászorulók jönnek, akkor azokon nem tudunk segíteni. Ez ön az egyik mozzanat. A másik pedig egy nagyon erős gesztus, amit egy erdélyi újságíró, Parászka Borókat tett, aki azt mondta, hogy ameddig áll a kerítés, ő nem lépi át a magyar-román határ, tehát nem megy Magyarországra. És tartja azóta is, ha jól tudom, ezt a fogadalmat. Ti hogy látjátok? Ez most tudom, hogy nem egyenes kérdés, vagy hogy mondjam, nem konkrét kérdés, de én nagyon örülnék, ha erre a két dologra reagálnátok, hogy tehát Erdélyt és ezt a... Tehát, hogy például az erdélyi 80-as évekbeli menekülteket, ha hívhatjuk őket így, és akkor a mai menekülteket ugyanegy konfliktusos zónából, hogy tudjuk mondjuk a szolidaritás szintjén. Azt hiszem, hogy számomra legalábbis ez egy nagyon erős párhuzam. Gyerek voltam 89-ben, 89 előtt. Az életem egyik meghatározó élménye az, hogy jártam 89-ben egy menekült táborban. Szüleimmel akkor ilyen csodálatos módon kaptunk családilag, család minden tagja útlevelet, és 3 hétre utazhattunk Magyarországon, meg Ausztriában. És ahogy átléptük az osztrák határt, az első útunk egy, azt hiszem, hogy Nikelsdorfban vagy Nikelsdorf mellett volt egy nagy menekültábor. Nem tudom, hogy menekültábornak nevezték-e, valami hasonlónak. És mi egy ismerős fiát látogattuk ott meg, neki vittünk a papírokat, meg üzenetet otthonról, meg mit tudom én. És hát ez a tábor, ez akkor tele volt Romániából átszökött emberekkel. Akkor Romániából mindenki, szó szerint mindenki próbált, el akart menni legalábbis. Tényleg egy szürreálisan sötét diktatúra volt. És emlékszem arra, hogy körülvettek minket, és ugye mindenkinek hiányzott a családja, ezek az emberek hátrahagyták a családjaikat, és azok a történetek, amiket meséltek, és az a mód, ahogy ott éltek, az számomra, tehát amikor láttam a tavaly a menekülőknek a képeit, akkor egy az egyben ezt hozta vissza. Szinte még még az öltözetük is, meg a megjelenésük is teljesen azoknak, főleg férfiak voltak ebben a táborban. Mi azon a részén voltunk nyilván, hogy az ismerősünk fiát látogattuk meg. És itt többször felmerült bennem az, hogy tulajdonképpen azoknak, akik akkor Romániából, egy zárt társadalomból szöktek át Ausztriába, ami egy hozzánk képest felfoghatatlan nyitottság volt, hogy valószínűleg hogy egy nagyobb kulturális szakadékot kellett átugrani, mint mondjuk ma a Szíriából érkező menekülteknek, akik tulajdonképpen ugyanabból legalábbis a tárgyi, a fogyasztói kultúrából jönnek, mint akkor azoknak a romániaiaknak, akiknek például meg kellett azt tanulni, hogy az új világban minden kapható és minden pénzért van. És hogy
azzal együtt, hogy ők is ugyanolyan élethelyzetbe kerültek, abból, hogy volt egy meghatározottságuk, hogy voltak valakik az illető faluban, városban, tudom én, hogy volt egy szakmájuk, hirtelen senkik lettek egy táborban. Akik, azok az emberek, akikkel mi találkoztunk, ők például szőlőmunkásként dolgoztak, tehát abból még kaptak valamennyi pénzt. Viszont hát akkor az osztrák állam gondoskodott róluk, és volt egy nagyon erős szolidaritás. Emlékszem, hogy elég sok ilyen jelenet volt, hogy az utcán megállítottak, ugye romániai jelzésű autóval. Rengeteg embernek volt akkor családja, ismerősei, és teljesen ismeretlen emberek megállítottak, és csomagokat próbáltak velünk küldeni haza. Nagyon sokan küldtek is gyógyszereket, tehát minden olyasmit, amit tiltott volt bevinni, és amit nem lehetett kapni. 50-valahány csomagot vittünk teljesen ismeretlen embereknek, amit teljesen ismeretlen emberek adtak az utcán, tehát úgy, hogy elszaladtak a boltba, és bevásároltak, és adtak egy címet. Az a döbbenetes, hogy abból a szolidaritásból, amit akkor kaptunk mi, abból megérkeztünk egy olyan állapotba, amikor mindenféle szolidaritást a legbarbárabb módon megtagadunk olyan emberekkel, akik nagyon hasonló élethelyzetben vannak ahhoz, amiben mi voltunk. Ezt nekem elég nehéz feldolgozni. Tényleg gyalázatosnak érzem a tavalyi év és az azóta tartó történéseket, és ez mondjuk cseppet se vigasztal az, hogy Európa maga is leszerepelt ebben ebben a krízisben, mintha a legsötétebb oldalát látnánk folyamatosan. Esetleg akkor úgy tenném fel még a kérdést, hogy akkor azt jelenti vajon, hogy az erdélyi másság, vagyis a románság, tehát hogy már azért az elég gyakran előfordul, hogy az erdélyi magyarokat ugye lerománozzák, hogy az akkor inkább befogadhatóbb, és az iránt könnyebb a szolidaritás, mint egy úgymond távoli idegen kultúra, ami ugye ijesztőnek van beállítva ugye a muzulmán meg a távol-keleti, vagy másképp lehet ezt megfogni, ezt a problematikát? Hát én azt hiszem, hogy én nem igazán tudnék komoly párhuzamot állítani a két jelenség között. Ugye van szerencsém migráció elmélettel kapcsolatos előadásokat tartani, és nekem az az ismeretem és az a tudásom ezzel kapcsolatban, hogy szóval a migráció az egy a homo sapiensre jellemző specifikum. Abban az értelemben, hogy az ember még a prehistorikus időkben is képes volt olyan különbséget tenni, hogy elment azokra a területekre, ahol több táplálék volt. Tulajdonképpen ez oka pillanatnyi tudásunk szerint a Föld benépesedésének a homo sapiens által. És ez a kérdést nagyon bonyolultá teszi. Ugyanis most azok a migránsok, akik Európába érkeznek, az egy nagyon összetett, heterogén, kulturális értelemben, társadalmi eredet tekintve is, rendkívül differenciált tömeg. A déli Száhelből érkező, mondjuk Dél-Szudánból érkező a Nuer pásztor, vagy egy harmadik fiú egy mali családba, akinek el kell jönni, mert nincs tulajdonképpen mit enni, és a Damaszkuszból érkező Nagy-Britanniában végzett fogorvos közötti kultúrás távolság az sokkal nagyobb, mint a szír orvos és egy németországi polgár, átlagpolgár közötti kultúrás távolság. A Slavoj Žižek fogalmazott meg ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes és szerintem figyelemre méltó különbségtétel. Tehát, hogy tulajdonképpen a migrációtól való ilyen típusú félelem, legyen az bármilyen, hiszen
Ebben a vonatkozásban van némi párhuzam a jelenleg játszódó folyamatok és az Erdélyből, Romániából, Magyarországra érkező bevándorlók között, hogy a befogadó társadalom, illetve minden olyan befogadó társadalom, amely patológiás viszonyban van önmagával, hogy fél az idegenségtől, mert ez egy alapstátusz és ez egy kulturális jellemvonás, ami nem most vált világossá. Ezzel szembe kell tudni nézni. És a másik oldalon pedig ott van, amit megint csak tudnunk kell, hogy a morális önvádnak az a formája, hogy miért nem tudjuk úgy látni a mai európai viszonyokat, hogy bizony az átlag európai polgárok többsége, azok, akik itt élnek bizonyos kondíciókkal, mindegy, hogy ennek milyen gazdasági megalapozottsága van, nem tudnak és nem akarnak együtt élni ezzel a jelenséggel. Német barátaimmal rendszeresen folytatok levelezést ez ügyben, és ők is ilyettel látják azt a folyamatot, ahogy változik a német közhangulat mondjuk fél év alatt. A Die Zeit című meglehetősen liberális újságban például a menekült kérdést kommentáló olvasói megjegyzéseknek, azt hiszem ez vasárnap volt, kb. 40-50%-át eltávolítják a szerkesztők. Mert hogy hát nem olvashatóak ezek a megjegyzések. Szóval, hogy itt összességében ennek az ellentmondásnak, annak a xenofób patológiának, amit kulturálisan Európa hordoz, egyfelől, másfelől pedig annak a ténynek, amit Zizsek szintén megfogalmaz, hogy igen, azt is látni kell, hogy a migrációban, az európai kultúra vonatkozásában vannak olyan elemek is, amelyek veszélyt jelenthetnek. Ez nem fizikai veszély ad abszurdum, de kalkulálható. Szóval, hogy egy dolog hiányzik a szélsőséges álláspontok között, a differenciált, az eset szintjén, lokálisan tárgyalt és tematizált problémakezelés. Ennek a metodológia egyébként adott, mert egy mali háborús övezetből menekülő bevándorlót, egy Damaszkuszból viszonylag jó kondíciókból eltávozó adott esetben gazdasági menekültet, vagy Erdélyből, politikai okokból, kultúrás meggyőződésből, identitásválasztásból, lehet legyen ez bármilyen ok elvándorló menekülőt, meg lehet különböztetni. A kérdés az, hogy a megkülönböztetés feljogosít-e bárkit arra is, hogy ítéletet alkosson arról, hogy a másiknak joga van-e ahhoz, hogy migrál-e vagy sem. És az pedig már máshova vezet bennünket, ez a nemzetközi jog kérdése, ami egy abszolút más diskurzus. Mert mi egy morális alapállású dialógust folytatunk ez ügyben, és ennek a problematikának a szétszálazása tulajdonképpen egy olyan intellektuális erőfeszítést követelne, amire én pillanatnyilag nem látok semmi nem erőfeszítést, egyik oldalon sem. Ebben a vonatkozásban, amit annak idején Táncos Vilmos írt meg, és ezt hivatkozva is Tamás Gáspár Miklós ebben az ominózus írásában, 1991-ben örökített meg Székelyföldről Magyarországra érkező vendégmunkásokat. És leírja azt a történetet, hogy micsoda felszabadultság volt ezekben a fiatal emberekben, amikor ültek az autóbuszban, és önfelettel énekeltek, söröztek, beszélgettek, és arról társalogtak, hogy milyen jó lesz nekik majd Magyarországon, mert hogy itt majd tárt karokkal fogadják őket, és jól fognak keresni, aztán a keresményt hazaviszik, és otthon mindenki jobban fog ebből boldogulni. És a Táncos szembesítette nem őket, önmagát, meg az erdélyi magyar társadalmat azzal a vízióval, amikor látták ugyanezeket a fiatal embereket a Moszkva téren állni, várakozni sorban, és feladva ezt a fajta kevély, mindenre riposztal, értelmes és vállalható válaszsal rendelkező fiatal embereket, egy teljesen más kontextusba beszorulva, kiszolgáltatva a munkaerőpiac korakapitalista valóságának, amely a 90-es évektől kezdve aztán teljesen öntörvényű módon emésztette fel az ilyen típusú a bevándorlást. Tehát szerintem ez egy kulcskérdés, hogy erről az egész problematikáról nem tudunk kellően differenciáltan beszélni. A fogalmak nem világosak, igazándiból nincs kulturális tudásunk sem a bevándorlókról, ahogy a bevándorlóknak sincs kulturális tudásuk arról, hogy hova érkeznek. Ez is teljesen világos, azt hiszem. Úgyhogy ennyit tudnék ezt hozzáfűzni, mert a pillanatban röviden. Én pedig nem... Pusztán nem tudom, az
valamiféle érzékkel tudok válaszolni, vagy az érzelmeim felől. Azt gondolom, hogy egy ország vezetőjének az volna a célja, hogy jobbá tegye az embereket, és ne pedig rosszabbá. Igen, ez talán a legjobb végszó, mert sajnos az időnk az kezd lejárni. Esetleg konklúzióként még talán megfogalmazzék egy annyit, és aztán esetleg bologatni lehet, hogy egyetértetek-e, vagy nem, hogy az önmagunk revíziója, vagy az önmagunk ugye reformálásában, pontosabban a centrumok, úgy Magyarország, vagy Európa, az én meglátásom szerint nagyon sokat tanulhatna ilyen köztes átmeneti, úgymond perifériás helyek tapasztalatából, mint Erdély, és gondolok itt az együttélésnek ezekről a módozatairól, amikről beszéltünk, Bodor Ádám novelláitól elkezdve egészen a szilágysági falvakig, és hogy a nemzeti és európai kultúrákra ezeknek sokkal erősebb hatása kéne legyen, és akkor talán a nyitottságot és a szolidaritást is egy kicsit könnyebben tudnánk megtanulni és gyakorolni. Akkor ezen kinyitnám a beszélgetést, és bárkinek kíváncsi kérdése van, az bátran tegye fel. Én nagyon szívesen odaadom bárkinek a mikrofont, akinek van kérdése esetleg. Akkor meg szeretném köszönni az előadóknak, hogy eljöttek, pláne egy ilyen hétköznapon vállalták, hogy ide utaznak Budapestre, és megosztják a véleményüket és személyes tapasztalataikat mind a migráció kérdéséről, mind a kettős identitásról, mind az együttélésről. Azt hiszem, sok mindent hallottunk. Én nem szaporítanám tovább a szót, mindenki levonthatja a maga konklúzióját. Én nagyon örülök, hogy ennyire színes társaságot sikerült összerakni, teljesen véletlenül, tehát ezt az élet is hozta, mert volt, aki lemondta. És hogy egy író, két egyetemi tanár, de egészen más fókusszal tudtak reflektálni, és egyaránt külsős és belsős. Úgyhogy én még egyszer szeretném nekik megköszönni, valamint László Szabolcsnak a felkészülést, hogy ilyen akkurátusan tudott és mindenre reflektálva kérdezni. És köszönöm a figyelmet, annyi technikai információ, hogy ennek folytatásaként itt van körünkben egyik előadónk, Pince Kata Zsófia, aki két hét múlva fog beszélni Pogonyi Szabolccsal. Ő az ELTÉ-ről jött, Pince Kata Zsófia és Pogonyi Szabolcs pedig a CEU-ról, és lesznek állampolgársági kérdések, és kiemeljük az erdélyi toposzt, hogy miként is lett stilizálva, és a politikai eszköztár része maga ez az erdélyi toposz. Erről lesz ennek a sorozatnak a folytatása. A következő heti előadás pedig a Közel-Kelethez kapcsolódik, és Csicsman László, dr. Csicsman László a Corvinus Egyetem dékánya, a Társadalomtudományi Karának dékánya fog beszélni, fogja felgöngyölíteni a Közel-Kelet elmúlt 100 évét és politikai folyamatait. Köszönöm a figyelmet és a viszontlátásra!